Korodini Országos Bűvész Egyesület két megbecsült tagja itt mellettem, dr. Szabó G. Gábor és Tóth Laca. Köszöntelek titeket a műsorban. Hát nagyon-nagyon szépen kis, itt ilyen kis, nem is tudom, mi alakult itt ki. Nagyon kíváncsian várom, hogy milyen bűvész mutatványokat fogsz majd nekünk, te, ha jól tudom, mutatni. Szerintem egy párat rögtön így csigázzuk fel a nézőket. Igen, hát készültem is vele, hogy valami érdekeset mutattuk, és gondoltam, hogy mindjárt először itt a Gábor barátom zakójából fogok megjelentetni egy $1,000-ost, és hát gondoltam, hogy ezzel a $1,000-ossal aztán tovább tudnunk bűvészkedni, és milyen érdekes lenne, hogyha nem csak egy, hanem akár $2,000-osunk is lenne, és még háromszor olyan érdekes lenne, hogyha három lenne. Nekem sokszor, most... egy százason van, ha lehetne esetleg hasonló trükköt, igen. Igen, most a két $1,000-os közül az egyik érdekes módon így egy másik pénzé változik, egy ilyen lyukas kínai érme lett belőle, és hogyha ezt a érmét is fölvesszük, akkor ebből is lesz egy ilyen kínai érme. És természetesen a harmadik érmét is ide beteszem a kezembe, és ha ráfújok, akkor ez is egy ilyen lyukas kínai érmévé változik. Hú. Hát ez volt ugye az első fele a mutatványomnak. Az önök, mint a gazdasági folyamatok, nem vagy? És most egy újabb valami készül, ehhez egy ilyen zsetont fogok felhasználni. Ez egyes esetekben helyettesítheti ugye a pénzt is, mert hogy egy zsetonról van szó. És ezen kívül szükségünk lesz még két tárgyra, egy kis pohárra. Mint látjuk, ez üres, és egy másik pohára, ami átlátszó, meg egy csomag kártyára. Most a zsetont fogjuk felhasználni egy kis, hát egy kis úgynevezett gondolatátviteli trükkhöz. A következő képen fog ez menni. Ráteszem a kártyacsomagot ide a pohárnak a tetejére. Erre ráhelyezem ide a pénzt, és fogom ezt a poharat, és ugye ide ráteszem. Ezt ugye mindenki meg tudja csinálni, még én is. De tulajdonképpen az, hogy ez a pénz átessen ezen a kártyán, az ugye eléggé fizikai képtelenség. Mivel hogy nincs rajta lyuk, ugye ezt elfelejtettem megmutatni, de valójában nincs rajta lyuk. És akkor most következik a mutatvány, mikor valójában ide ráhelyezem a és zsetonunkat, letakarom a pohárral, és most egy kis gondolkozással, egy kis telepátikus erővel megpróbálok hatást gyakorolni rá. És íme csodálatos módon ez a zseton áthatolt a kártyacsomagon. És akkor van még egy mutatványom. Az igen. Egy kezdésnek kötéldarab egy gyűrűvel. Most általában ezt a mutatványt kölcsönkért gyűrűvel szoktam csinálni. Éppen ezért a hatás kedvéért érdemes lenne valami kis jelet, ha ide rátennél, amit a kamera előtt, hogy megismerjük, olyan helyre, ahol látható. Ja, de... Ez majd a műsor végén lesz szükséges. Kérjük a másodpercre. Nem tudom levarázsolni a kopokat róla. Igen. És egy kis jelet? Egy kis jelet, amit te megismersz majd később. Lehet a belső oldalára is, hogy ne jöjjön le, de ahogy gondolod. Nem látszik, nem mindegy. Igen. Hát az a lényeg, hogy te megismert is. Ja, értem. Úgy az igazi. Igen. Igen, és akkor kérdünk szépen a gyűrűt. Itt van ez a zsinór, ezt is vizsgáld meg nyugodtan. A gyűrűt meg én vizsgálom meg, hogy milyen jelet tettél rá. Ja, azt hittem, hogy ez titok kell, hogy maradj. Nem kell, hogy titok legyen. Itt a belső oldalán van. A kamera esetleg rá közelíthet ezt a kis apró jelet. Erre majd később lesz szükségünk, tehát nem is a mutatvány elején, hanem a végén. Na nézzük csak, és mit csináljunk akkor. Megfogom ezt a gyűrűt, és fölfűzöm ugye a zsinórnak a közepére. És mutatom a kamerának. Most ahhoz, hogy ez a gyűrű lejöjjön erről a zsinóról, ahhoz természetesen
a bűvész erővel szükségünk, egy kis fújást kérek szépen itt messziről. Úgy van, és a gyűrű már is lejött. Most arra kérlek, hogy te fűzd föl nyugodtan a gyűrűt a zsinórra. Igen. Nagyon profi. Ugye? Hát nem ma kezdtem. Helye van a klubban. Igen. Nagyon jó. És akkor hát megmutatnám még egyszer, tehát ugyanezt a trükköt. Készítsd elő a kezedet, hogy segíthetsél nekem. Fogd meg, légy szíves, a végét, a két végét. Igen. Én itt középen fogok dolgozni, figyeld. Ide beleteszem, csettintek, és mágikus úton lejön. Azért volt közöm hozzá a mutatványhoz, hogy jól. Na és akkor az utolsó, azt még egyszer kérem a zsinort. Itt lesz szüksége majd ennek a jelölésnek is. Tehát fogom ezt a gyűrűt, és ráfűzöm erre a zsinóra. Na most, hogy még nehezebb legyen levenni, azért kötök rá egy csomót. Így egész biztosan, hogy nem fogom tudni levenni, mert hogy rá van, ugye akárhogy is nézem, ugye minden oldalról rá van csomozva. Még egy kicsit rá is húzom. Na most akkor megint majd a segítségedet kérem. Csinálunk egy ilyen kis, még egy ilyen átkötést alul. Még kérlek, hogy kösd alul meg. Így? Vagy van, alul nyugodtan megkötötheted, még egy csomót is köthetsz rá, hogy még nehezebb legyen levenni. Mármint a gyűrűt, mert így most tulajdonképpen három csomó van, amelyik a gyűrűt tartja. Nézzük, hogy le tudom-e venni. Hát ez elég jó tart. Gábor, fújj el, légy szíves. Nagyon jó. És már is sikerült levenni. És akkor most nézzük, hogy... Wow. Hol a gyűrű? A gyűrű eltűnt. Na most egész idő alatt ugye figyeltétek, hogy nem nyúltam ide a felső zsebemhez, és a gyűrűnek valahol meg kell lenni. Most, hogyha én kölcsönként gyűrűvel csinálom, akkor ez még érdekesebb lehet, hogy ez a gyűrű, ez itt van ezen a kulcstartón, és pontosan itt a két kulcs közepén. És ha megnézzük, akkor ez a jel is itt van rajta. Tényleg ott van, de... Hát itt van rajta a jel. Nézd meg közelről, hogy kérdezik. Hát abszolút, igen, tehát egy F betűt rajzoltam. Igen, XTV, és akkor hát le kell, hogy vegyem. És ilyenkor vissza szoktam adni a gyűrűt, de ez csak úgy megy, hogy először leveszem az egyik kulcsot, aztán leveszem a gyűrűt, amit ugye visszaadok. És hát ezzel lényegében az én kis műsor részem ugye be is fejeződött. Fantasztikus volt. Hát még egy kicsit sok hatása alatt vagyok, de azért megpróbálok kérdéseket megfogalmazni. Egy kicsit erről az intézményről meséljünk egy kicsit. Hogy, mint, mi kell ahhoz, hogy valaki ide bekerüljön? Laca? Hát tulajdonképpen aki kedvet érez ahhoz, hogy bűvészkedjen, még ha nem is tud bűvészkedni, akkor egy lehetőség van, hogy a Bűvész Egyesületet megkeresve egy tanfolyamon vehet részt, ahol elsajátíthatja a bűvészet alapfogásait, és hogyha elegendő tudást szerzett, akkor egy vizsgával bekerülhet a Korodini klubba, illetve a Korodini Bűvész Egyesület tagjává válhat. Úgyhogy ez az egyik módja. Egyébként ez azért nagyon szerencsés, mert itt sok bűvész összejön, és ezek egymást segíthetik, és tulajdonképpen a különböző korosztályok vannak, fiatalabbak, idősebbek, és hát azt gondolom, hogy egy baráti társaság is alakulhat, arról nem is beszélve, hogy ha megtanulnak bűvészkedni, akkor nem csak a közönségüket tudják elszórakoztatni, de saját magukat is, mert hiszen ez egy szórakoztató dolog. Igen, és hát tovább lehet esetleg fűzni, hogy miért is jó ez a bűvészkedés, mert valószínűleg sokokat az érdekel, hogy aki megtanul bűvészkedni, például itt a Korodini Országos Bűvész Egyesületben, akkor majd híres bűvész lesz, és ebből meg tud élni. Hát a valóság az, hogy csak nagyon kevesen élnek a Magyarországon csak bűvészkedésből, sokan kiegészítik a jövedelmüket bűvészkedésből, de legalább annyira fontos, nem pénzügyi vonatkozásban, hogy ez egy fantasztikus hobbi. Kicsiknek, nagyoknak, ugyanis
A bűvészkedés során az ember megtanulja, hogy bizonyos dolgok eléréséhez meg kell dolgozni, gyakorolni kell, nem az olyan nagyon jön a siker, megtanul kommunikálni az emberekkel, megtanul kommunikálni a saját társaival is, ugye a bűvészklubban egy közösség részévé válik, megtanul, hogy milyen az, hogy esetleg valami nem sikerül, akkor hogy kell azt megpróbálni máshogy megcsinálni legközelebb, kézügyességet fejleszti, memóriát fejleszti, beszédkészséget fejleszti, tehát egy csomó olyan dolgot tanulhat az emberettől, a hobbitól, ami azt gondolom, hogy az élet más területén is, akkor is, ha valaki nem lesz hivatásos bűvész, előnyös és hát előnyére válik neki is, és adott esetben a kisebb-nagyobb közösségnek is. Amellett, amit Laca mondott, valóban fantasztikus, hogy az embernek saját magának is feltöltekezés, főleg kártyával dolgozom, megfogja egy csomagkártyát szinte, mint akkumulátort. Történek rám, úgy töltekezem fel, és nagyon remélem, hogy ennek az energiának egy töredékét, de azért minden nagyobb részét ezt a közönségnek is sikerül átadni, és számukra is egy pozitív szórakozás, és egy olyan fajta kikapcsolódás ellentétben a különböző drogokkal, alkohol és egyéb mindenfajta más dolgokkal, ami nemhogy nem káros, hanem mindenféle szempontból pozitív, annak, aki gyakorolja, mint pedig aki részese ennek a sónak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon ember, gyermek és felnőtt barát hobbi, és akár a legügyesebbek számára akár egy karrier is megélhetés is lehet. Említetted azt, hogy hobbi, és akkor nekem azt jutott eszembe, hogy tétezzük fel valaki, mondjuk meg akar tanulni dobolni, akkor azt úgy kezdi, hogy érzi, hogy van ritmus érzéke. Itt van valami fajta felvételi, úgymond esetleg a végén valami vizsga, amiből látjuk, hogy igen, belőled jó bűvész lesz. Hát igen, ahogy a Laca említette, hogy egyrészt ugye van egyfajta elbeszélgetés, amikor megnézzük, hogy ki miért szeretne bűvész lenni, és utána van egy tanfolyam, minden második héten van a klub szervezésében, és akik ezt a tanfolyamot elvégzik, és különböző ágaiban a bűvészetnek valamennyire elmélyülnek, vagy próbálgatják legalábbis, azok egy kis műsorot összeállítva van egyfajta felvételi a klubba, hogy lássuk, hogy valóban elsajátították az alapokat, és akkor ott van egy úgynevezett vének tanácsa, akik részben megítélik, hogy már érett el a klubba, persze tanácsokat is adnak, hogy mi az, amit esetleg jobban kellene, vagy mi az, amit jobban kellene gyakorolni. Aki már annyira elszánt, hogy a konkrét kérdésedre válaszolja, hogy beszeretne kerülni a klubba, ha nem is először, azért előbb-utóbb valószínűleg sikerülni fog. Tehát az valószínűleg már valamennyire tehetséges is ilyen értelemben. De azért a bűvészkedés egy olyan ága, hogy nem is mindent feltétlenül egy csomó nagy kézügyesség kell egy részé ez a mutatványokhoz, úgynevezett manipulációs különösen, de azért gyakorlással egy csomó mindent el lehet sajátítani. Tehát akinek mondjuk nincs kézügyessége, az általános színpadi trükkökkel, esetleg matematikai trükkökkel még mindig boldogulhat. Nem feltétlenül minden ágába, nem tudom, hogy mi a véleményem. Igen, ugyanez a véleményem, de természetesen szükség van itt is valami megmagyarázhatatlan dologra, amit nem tudunk, hogy micsoda, és ez tulajdonképpen az előadó művészetnek azon része, amivel el tudja hitetni a közönséggel, hogy itt valóban valami csodát csinált. És ezt csak akkor tudja írni, ha maga is elviszi valamilyen szinten. Tehát én például ugye így, ahogy mondod, a tükörben sokszor addig gyakorolok egy mutatványt, amíg szinte magam el nem hiszem, hogy az úgy történt, holott én nagyon jól tudom, hogy nem úgy történt, de mégiscsak ugye megpróbálja az ember kihagyni csak a szemét ugye figyelni, és megpróbálja ugye úgy nézni a dolgokat, hogy mennyire hiteles az, amit csinál, vagy akkor, hogyha fölveszi mondjuk kamerával, és utána visszanézi, akkor még tökéletesebben meg lehet állapítani, ugye, hogy jó vagy nem az a mutatvány. Tehát az a lényeg, hogy ez tulajdonképpen olyasmi, mint egy színészet, aki ugye az varázsló szerepét játsza, csak ugye ezt Rodolfo is így mondta, hogy tulajdonképpen a bűvész egy olyan színész, aki a varázsló szerepét játsza, de állandóan. Hát tehát ugye Robert Houdin mondta, a nagyon édes francia bűvész, akitől Houdini is a nevét vette egyébként. Ezzel egy picit vitatkozom, én azt gondolom, az a jó, hogyha az ember valamilyen szinten, ebben igaz a Valacának is ilyen komolysággal kell főkészülni, mint egy színésznek, és olyan alapelemeket elsajátította, hogy színpadi mozgástól kezdve csomó minden, de valamilyen szinten, és ez lejön a mai sikeres tévében látott bűvészek esetén is, hogy van egyfajta tehetség, nem feltétlenül kézügyesség, hanem az ő személyiségüket tudják valamilyen módon projektálni és kivetíteni, egy kicsit fölnagyítani. Tehát, hogy egy picit azért természetesnek is maradni, mert az nagyon átjön, nagyon hamar lebukik az ember a közönség előtt idézőjelbe, hogyha az nem valódi az a fajta megjelenés. Tehát azt nagyon, nagyon profin kéne betolni, és még akkor is egy kicsit merev lesz. Tehát abban is igazából látszák, hogy sokat kell gyakorolni, talán inkább kamera, mint tükör előtt, de bizonyos fogásokra az is jó, de egész addig kell ezt begyakorolni, amíg az egész előadás, és nem csak az egyes trükköknek a bemutatása spontánnak tűnik. És ezért is jó, hogyha valaki adlib tud kommunikálni a nézőkkel. Tehát kell egy szöveg, ami
nagyjából be kell gyakorolni a mutatványokhoz, meg egy ilyen folyamatosságot biztosít, uh-huh. de nagyon lényeges, hogy nézői megjegyzések, nézői poénok, nézői kapcsolódásokhoz tudjunk így kapcsolódni, és azokban a válaszokban pedig, mivel ezek előre be nem tervezhető dolgok, nagyon kijön, hogy valakinek mi a személyisége. Ha az ellentétbe áll a betanult szöveggel, akkor ez nem egységes az a dolog. Gondolom, látok egyébként, tehát mindig, nem tudom, bárkinek van kedve, azért ez el tudja sajátítani. Valamilyen szinte. Meséld egy kicsit magáról a klubról, tehát milyen elérhetőségetek van, hogyha valaki esetleg kedvet kapott hozzá, és nagyon remélem, hogy sokan vagytok így, mert például én is így érzem, hogy ez hát szívesen látunk. Hát a Laca a művészeti vezető, úgyhogy azt hiszem, az ő tiszta, hogy erről meséljen. Hát a honlapunkat kell megnézni, és akkor fölvenni a kapcsolatot. Látható a képernyőn is, amit látom, www.korodini.hu, és egyébként szombat délelőttönként voltak eddig foglalkozások, bocsánat, de tavalytól péntek esténként 6-tól 10-ig találkozunk. Hát nem tudom, menni konkrétabbakat, mert a reklám miatt biztosan szerették mondani. Ez, de... ez teljesen elég lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hát... Hát köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.